Amikor én ott hagytam a televíziót, az 2014. november. Jó. Azért azt lehet mondani, hogy szándékkal kerültem az utcára. Uh-huh. De hogy ez nem akkor indult, hanem 2009-ben, és még korábban 2006-ban. Lehet, hogy jó a pénz, lehet, hogy álom a meló, de hogy pont nem arról szól, amiről én szólok, amiről az én életem kellene, hogy szóljon. És akkor nekem volt egy időszak, amikor egyszer elkezdtem keresgélni a kiutat. Írtam egy jövőképet magamnak. És abban az volt egyébként, hogy és 2014 végén felállok a televízióból, és eljövök, és akkor már trénerként fogom élni az életemet. És hát te is pontosan tudod, hogy a jövőkép az akkor is működik, ha csak leírtad. Nekem a történeteid azok mindig érzelmi töltetet adnak az egészhez, és hogyha azt szeretem még, hogy ez kapcsolatban mindig adsz egy olyan praktikus tanácsot is, hogy lehet apró lépésekben elkezdeni felépíteni valamit. Tehát, hogy a prezentáció készítését hoztad fel, hogy azt is mennyire lehet szeretni átcímkézni az, hogy hajnal 4-kor én hálás vagyok azért, hogy ezt csinálhatom. Hát arra akarok utalni, hogy nem csak a homokos tengerparton lehet hálás az ember, és erre te nagyon jó bizonyíték vagy, hogy egy hajnal 4 órási prezentáció készítését hoztad fel. Olyan sokszor hallom egyébként, mikor jövőképről beszélgetek valakivel, csak mondtad, hogy fehér homokos tengerpart. Hátradőlök és koktélok és és mondom, figyelj, ez egy állapot. A jövőképed nem lehet állapot, ez egy cselekvés kell, hogy legyen. Tehát, hogy valamerre megy az életed, hogy valami hajt téged, hogy ott van benned a lelkesedés. És hogy olyan sokaktól hallottam, akiknek összejött a fehér homokos tengerpart, hogy te figyelj, 2 hétig tök jó volt. Harmadik hét között a pici depi, és a negyedik hét közepén már úgy voltam, hogy jaj, vakarózom, csak több homokot ne lássak el. Az a legijesztőbb, mikor valakitől azt hallom, hogy de én már nem akarok semmit tanulni, én már öreg vagyok ehhez. És ezt ilyen 40 éves emberek mondják nekem, mondom, ha-hó, mondom, én látom benned a lehetőséget. Szóval, tudom, én is értenék hozzá, meg tudnám csinálni, de már nem akarom. És valahol ott van a vége. Tehát, hogy onnantól kezdve, még lehet, hogy 30 évig itt van köztünk, de hogy az már nem ugyanaz az élet, ami korábban lehetett volna. Szeretettel üdvözöllek titeket, egy nagyon izgalmas beszélgetésre számíthatok. A mostani partnerem egy megtisztelő módon nagyon kedves barátom. Azt szoktam játszani, hogy amikor egy ember eszembe jut, akkor mindig felidézek 3 olyan dolgot, hogy mi az, ami először eszembe jut róla. És a következő beszélgető partneremről az a 3 dolog, ami mindig eszembe jut, az az alázat, a segítő szándék és az a fajta mély bölcsesség, ami fiatal kora ellenére már életrésze. Sokan másképpen ismerhetitek őt a színfalak előtt, a tévén keresztül, ugyanis közel 20 évig dolgozott a fronton, műsorvezetőként, főszerkesztőként a Naplónál. Most már sokan kitaláltjátok, hogy Szalai Ádám barátomat invitáltam meg most nektek hozzátok. Szeretettel üdvözöllek, Ádám, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Én is köszönöm, szia Péter, hello. Most már sok éve mondhatom azt, remélem elfogadott, hogy barátok vagyunk, és ez annak köszönhető nagy részt, hogy ugye közös a Brian Tracy vonulat, a Jack Enfield mellett, aki neked a mestered, és te megtisztettél az, hogy többször eljöttél, és a tolmácsa voltál ezeken a rendezvényeken, ahova a Brian-t elhívtuk, és ott a Brian is, és én is többször jeleztük neked vissza, akár a színpadon, közvetlenül a közönség felé, illetve a backstage-en is, hogy lenyűgöző az az alázat, kedvesség, türelem, amivel hozzánk, felénk, az emberek felé fordultál, úgyhogy ezt nem akartam kisporolni ebből a beszélgetésből, se, hogy ezt visszajelezhessem minél nagyobb fórumon. Kérek papírzsebkendőket, ne pirítse. Azért tartom nagyon fontosnak ezt, mert ugye az a mottója ennek az egész rendezvénynek, hogy teremtsd újra önmagad, és a te életedben is volt több olyan helyzet, olyan szituáció, amikor egyszer csak olyan helyzetbe került, hogy újra kellett teremteni gyakorlatilag a nulláról magadat, és megengedted azt, hogy ezt a témát is érintessük. Én bevallom, még nem hallottam veled beszélgetést arról, ami azt az időszakot érinteni, amikor egyik pillanatról a másikra egy biztosnak mondható pozícióból az utcára kerültél. Én nem a felelősöket, meg nem ezt a részét szeretném, hanem hogy te hogy élted meg ott, és azt a részét, hogy hogyan, mi volt az, ami neked segített abban. Persze érdekel, te hogy élted meg, és hogy hogyan tudtál újra felállni, hogyan teremtettél újra önmagadat, egy új életet. No, hát amiről beszélünk, ugye amikor én ott hagytam a televíziót, az 2014. november. Jó. Azért azt lehet mondani, hogy szándékkal kerültem az utcára. Uh-huh. De hogy ez nem akkor indult, hanem 2009-ben, és még korábban 2006-ban. Mennyi időnk van? Gyors leszek. Nem, nyugodtan. Gyors leszek. 2006-ban még a televízión belül kaptam egy lehetőséget. Egy olyan lehetőséget, aminek szerintem 100-ból 99-en örültek volna. Az volt a lényege, hogy egy amerikai produkció idejött Magyarországra,
és a magyar változatnak lettem a főszerkesztője, producere, és azt mondták, hogy figyelj, ilyen szörnyű helyekre kell menni, mint Szingapúr, Távol-Kelet, Indonézia, meg bejárod a világot, jó a fizetés, és ez az új munka. És én azt mondtam, hogy oké, mert tetszett. És amikor azt mondtam, hogy oké, akkor azt a kis mellékes dolgot hozzátették, hogy és egyébként 9 hónapot itthon lehetsz a családoddal, csak 3 hónapot kell utazni. És akkor éreztem úgy, hogy nagyon korán mondtam igent. És 2006 tavaszán voltunk Bintanon. Bintan egy pici sziget az Egyenlítőnél. Olyat képzelj el, biztos voltál már ilyen helyen, én akkor először és utoljára, fehér homokos tengerpart, pálmafák, 5 csillagos hotel, amit a produkció fizetett. Sose felejtem el, egy fantasztikus karibi együttes játszotta az Hotel Californiát gitárokon, szóval fantasztikus hangulat volt. És vége volt a vacsorának, én bementem a szobába és elkezdtem sírni. És nézegettem a képeket a feleségemről, a gyerekeimről, és azt éreztem, hogy húha. Tehát, hogy lehet, hogy jó a pénz, lehet, hogy álom a meló, de hogy pont nem arról szól, amiről én szólok, amiről az én életem kellene, hogy szóljon. És akkor nekem volt egy időszak, amikor egyszerűen elkezdtem keresgélni a kiutat. Említetted, hogy Jack Canfield-től tanultam, én akkor fogtam magam, hazajöttem, és megvettem a Titok összes tanítójának az összes könyvét, és elkezdtem olvasni, tetszik, akkor végigolvasom, nem tetszik, eldobom, így mentem végig, és megérkeztem a Jackhez, és akkor éreztem, hogy na, ez az. Én nem tudom, neked is biztos volt egy ilyen könyv, amire azt érezted, hogy ez az. Ez nekem szól, ezt nekem írták, ezt el kell olvasni. Én ezt éltem meg Briannel, egyébként azáltal, hogy most már ismerhetem a Jacket személyesen én is, tehát pont azt éreztem, még őt hallgattam, mint hogyha neked lenne egy idősebb kiadásod. Tehát, hogy annyira igaz, hogy a mentorát úgy találja meg az ember, hogy ki az, akire ő rezonál, hogy tökéletesen megértem ezt a fajta szinergiát, amiben ti vagytok a Jack Canfield-el. És én 2009-ben jutottam ki végül hozzá, tanulni, és én akkor írtam egy jövőképet magamnak, ő tanította arra először, hogy jövőképet kell írni, egy 5 éves jövőképet, és abban az volt egyébként, hogy és 2014 végén felállok a televízióból, és eljövök, és akkor már trénerként fogom élni az életemet. És hát te is pontosan tudod, hogy a jövőkép az akkor is működik, ha csak leírtad. És nem nézegettem azt a jövőképet, és egy szemernyi izgalom nem volt bennem 2014 végén, amikor kijöttem a televízióból, bár teljesen üres volt a naptárom. Teljesen üres volt. És akkor valahogy azt éreztem, hogy hát ezt te akartad magadnak, Szalaiját. Itt most akkor tessék ennek örülni, tessék hinni abban, hogy ez működni fog, tessék bízni magadban, és akkor egyszer csak elkezdett csörögni a telefon. És a mai napig nem tudom, beraktam egy célt a pénztárcámba, hogy egy nagyvállalati ügyfél megkeres, és azt kéri, hogy rendszeres tréningeket tartsak nekik. Mert hirtelen időm az rengeteg volt, csak éppen munkám, nem? És ezt beraktam karácsonykor, és január 6-án csörgött a telefon, egy ismerős hívott, szerintem van egy ilyen viszonylag nagyobb cég itt, amelyik szeretne egy állandó trénert, OTP-nek hívják, hogyha mondom, azt a betyár, annak az egyik leányvállalata volt. És hogy igen, újra kellett teremteni magam többször, de én valahogy mindig azt éltem meg, és lehet, hogy ezt a hitem adja, hogy a jó Isten tényleg a tenyerén hordoz, és nem enged leesni. Tehát, hogy ha ez van belül, akkor az segít. Akkor az segít, azt gondolom. Több dologra is szeretnék itt most reflektálni. Az egyik az, hogy bennem vége az volt, hogy mesélted, hogy ez ilyen, mint kés a vajban, olyan könnyen hangzik, olyan könnyen, mert ez tényleg így is volt, tehát nem voltak benne buktatók, nem volt benne konfrontálódás, nem volt benne fájdalom a tévétől leválni. Most nem azt akarom folyamatosan bolygatni, csak azt látom nálad, hogy mindig egy ilyen kiegyensúlyozott vagy. És a másik téma majd, amit szeretnék érinteni, az, hogy csodálattal figyelem, hogy ebben a gyönyörű hölgykoszorúban, amit a feleséged és a lányaid varázsolnak körét, hogy milyen szeretettel vagy feléjük, és amikor mi együttműködünk, akkor is azt mondod, hogy szívesen dolgozom veled, ezt most nem vállalom, mert a lányoknak megígértem, hogy ekkor és ekkor velük leszek. Ezt most nem vállalom, mert évvégén nekünk az már szent, és akkor mindig a lányokkal is. Én meg azt mondom, hogy na ez az, amikor valaki hiteles, ez amikor valaki tényleg úgy él, ahogy beszél, és amikor ezeket a jelzőket mondtam veled kapcsolatban felvezetőnél, azért tettem, nem azért, mert jól hangzik, hanem azért, mert tényleg folyamatosan ezt produkálod, minden interakciónkban benne van az a fajta hitelesség, amire például most igent mondtál, mert most megfelelő volt, vagy éppen nemet mondasz akkor, amikor magasabb érvek, vagy erények, vagy fundamentumok az életedben ezt diktálják. Tehát most két dologra szerettem volna így az előző elmondottak alapján kérdezni, vagy kérni, hogy
Az egyik dolog az az, hogy azért tényleg ilyen volt, mint kés a vajban, tehát hogy ennyire könnyen ment minden ez az átállás, vagy mi volt az ott a legnagyobb kihívás, mi olyan szituációk voltak, amiket úgy élsz meg, hogy azért az segített egy-egy leckével a továbbhaladás felé? Azért sosem olyan, mint kés a vajban. Én emlékszem, hogy volt olyan időszak, hogy felhalmoztam bizonyos tartalékot, és akkor az otthon volt egy ládikában, és akkor nem jöttek a munkák. Ugye? És az a pillanat, amikor az utolsó összegért oda mentem, és utána a ládikát, azt már nem volt értelme visszadugni, azt ki lehetett rakni a garázsba. Hát utána azért voltak álmatlan éjszakák, amikor azt mondod magadban, hogy három gyerekért felelek. Úgy gondolom, hogy dolgom van azzal, hogy enni adjak, fedelet adjak a családnak, és a többi, és a többi. És persze, hogy mondjam, vannak mélypontok, és a mélypontokat utána az ember szereti eltemetni, lehet, hogy erről van itt szó, és utána azt nézni, hogy de mit tanultam belőle, és meddig jutottam el. Amikor olvastam, hogy milyennek a mostani webkonferenciának, vagy beszélgetésnek a címe, a következő jutott eszembe. Azt hiszem, a japánok mondják, hogy kétféle hozzáállás van az élethez. Az egyik az a kismacskaféle hozzáállás. Hogyha a kismacska veszélybe kerül, akkor az anyukája odamegy, finoman megcsippenti a nyakánál fogva, és kihúzza a bajból, és elviszi. A másik meg a kismajomféle hozzáállás. A kismajomféle hozzáállás az arról szól, hogyha bajba kerül a kismajom, akkor nincs mese, valahogy meg kell találnia az utat az anyja hátára, és fel kell másznia. És a japánok Tarikinak hívják a kismacska hozzáállást, aki mindig azt várja, hogy más mentse meg, és Irikinek hívják a kismajom hozzáállást, amelyik megmenti saját magát. És nekem talán a legfontosabb életfilozófiám ez az, hogy mindig Irikinek maradni. Mindig, persze ott van bennem a majom is, tudom, a marha, de hogy mindig azt mondani, hogy ez az én dolgom. Ez az én dolgom, hogy megküzdjek vele, ez az én dolgom, hogy munkát teremtsek magamnak, ez az én dolgom, hogy megtaláljam az életben azt, ami működtet. És amikor te elhívsz, és én mondjuk tolmácsolhatok a Briannek, az persze valahol munka, de hogy hát azt azért nem így élem meg, hanem ez egy fantasztikus program. Tehát, hogy izgalmasabb, mint elmenni vitorlázni az Adriára. Egy olyan emberrel, egy olyan társaságban lehetek, ami hú, hogy mennyire klassz. És amikor elmegyek tréninget tartani, az is van bennem, hogy persze ez egyrészt munka. Érdekes volt, egyszer a sógornőm volt nálunk karácsonykor, és kérdeztem, hogy ő dolgozik-e két ünnep között, és mondta, hogy igen, már 27-én kell bemennem. Hát mondom, sose vállalok munkát két ünnep közé. Azt mondja, ne hülyeskedj, hát 29-30-án ott van a kétnapos tréningetek. Ja, tényleg mondom, de az nem munka, ugye, hanem az a szórakozás. És valahol erről szól ez az egész, hogy amit csinálsz, abban jól érezd magad. És én azért is jöttem el a tévétől, mert amit csináltam, abban már nem éreztem jól magam. És ezt lehet tovább nyomni a pénzért, még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy ez már nem igazán vállalható, de talán klasszabb, hogyha azt tudod mondani, hogy veszélyes, mert ki tudja, hogy vékony jégre lépek el, de könnyebben fogok tudni tükörben nézni, hogyha azt mondom, hogy köszönöm szépen, ennyi elég. Majdnem elsírtam magam az előbb, mert felvillant bennem egy olyan emlékem, ahol is egy rendezvényen az édesanyáddal együtt voltál előadó. És az édesanyád egy olyan mély vallomást tett a színpadon több száz ember előtt, és ott ültél vele szemben, az elsősorban egymás mellett ültünk, és könnyeimmel küzdöttem végig, hogy bevallotta, hogy elsodorta a hév, és kevés időt töltött veled. És azért mondom, hogy nyugodtan mondhatod, anyukád vállalta, azért bátorkodtam szóba hozni, de nyugodtan mondhatod majd, hogy ezt nem szeretnéd érinteni. Én nagyon tisztelem az édesanyukádat is, és azért mondtam, most azért kevertem őt bele, mert itt vagy te, aki férfiként sikeres, ambiciózus, eltartja a családját, stb., és mégis tudja azt meghúzni, azt a vonalat, azt a határt. Arról meséltél, hogy kint a fehér homokos tengerpart luxus körülmények között is nézegetted Szilviről, lányokról a képeket, hogy neked ott a helyed, hogy ez pont azért alakulhatott így, hogy te pedig odafigyelsz erre, vagy semmi köze a kettőnek egymáshoz, ne bonyolítsam túl. Tehát, hogy csak azt szeretném tudni, elmondom miért, tehát, hogy miért megyek ilyen mélyre. Nekem Isten nyugosztalja apukám, bármennyire szerettem volna, hogy figyeljen rám és időt töltsön velem, sajnos nem így alakult. És bennem ez egy ilyen
talán kompenzálásként indult el a gyerekeim felé, hogy én viszont úgy akarom alakítani az életemet, hogy a részük legyek, hogy ott legyek a fontos pillanatokban, hogy ott legyek a kevésbé történelmi pillanatokban, egy este, egy hétköznap, egy meseolvasásnál, bármi ilyesmi. Tehát én a saját mozgatórugómat így látom, és csak arra vagyok kíváncsi, hogy nálad összefüggenek ezek a dolgok, vagy ez teljesen más fundamentumokon alapszik, hogy te így döntöttél. Hát nézd, nekem az anyám pszichológus, tehát szoktam kérdezni, hogy akarsz-e hallani róla, beszéljek-e a gyerekkoromról. Imádom édesanyámat, és megmondom őszintén, hogy a családi minta azért nagyon, nagyon sokszor működteti az embert. Azért nekem is ott volt a 20 év tévézés, amiből 14 volt a napló. A naplóról tudni kell, hogy ez egy vasárnapi műsor. A főszerkesztő minden vasárnapot van. Szóval azt gondolom, hogy persze néha hiányzik a tévézés, a csapat, a társaság, az, hogy utazgatunk. A nem otthon töltött vasárnapok soha nem fognak hiányozni. Az, hogy a mindig csörgő telefon soha nem fog hiányozni. Be kellett nekem is, hogy nőjön a fejem lágya. És hogy ez az egész tudjon egy kicsit átfordulni. Én is megéltem azt az időszakot, mint ahogy édesanyám is megélte azt az időszakot. Szerintem mindketten tanultunk belőle. Nagyon sokszor van az unokákkal egyébként az anyja. De jó. Úgyhogy odafigyelő is erre. Hát nézd, én azt gondolom, hogy azt nem szeretem, hogyha valaki még, én 48 éves vagyok, ha valaki ennyi idős korában mindig azt nézi, hogy mi volt, hogy pajsként hordozza maga előtt a szörnyű gyerekkorát, mindenki tud szörnyű dolgokat is mutatni a gyerekkor, vagy szerintem legtöbben tudunk, meg klassz dolgokat is. Én azokat próbálom elhozni, ami igazán jó emlék. Tehát apámmal rengeteget kirándultunk, a legjobb emlék apámmal, volt gyerekkorunkban, nem tudom, neked volt-e ilyen pedállal taposható kiskocsi, kis ilyen csajka, nem tudom mi volt. És egy albérletben fönnlaktunk gyerekkoromban a Rózsadom tetején, közös fürdőszoba használat, meg konyha használat, idős nénivel, tehát egy szobánk volt. És akkor apámtól megkaptam ezt az autót, és ő felült mögém a kocsira, én nem tudom, hogy bírta őt az el, és az az emlék van bennem, ahogy így, mint a Frédi Béni üvöltünk, hogy subidubidú, és megyünk le a Rózsadom oldalán, velünk szemben lakott a Kudlik Júlia, a Delta műsorvezető, és ez az arca, hogy tudod, és akkor ott van, hogy hát persze nem tökéletes az ember, de szeret engem, fontos vagyok neki. És én pont ezt próbálom a saját életemben, hogy nem vagyok tökéletes, messze nem vagyok tökéletes. Erről biztos a lányaim majd sokat mesélnek annak idején az analitikusoknál, hogy milyen volt a gyerekkoruk. De hogy én odafigyelek néha a pici dolgokra, hogy legyen egy összekapcsolódási pont. A gyerekemmel, mind a hárommal, a feleségemmel, csak egy van. Tehát, hogy meglegyenek. Jó, hogy így vannak az arányok. Igen. Tehát, hogy meglegyenek ezek a kis pillanatok, amikor mond valamit, összenézünk, összenevetünk, és akkor ott van egy kis összekapcsolódás. Én annyira hiszek abban, hogy mindenki úgy azt mondja, hogy a nagy dolgok, nem a pici dolgok a nagy dolgok. Hogy hogyan öleled meg, miután felébredt, hogy megfőzi-e egyik a másiknak a kávét, vagy sem. Hogy amikor rossz kedvűen lekocog a konyhába a kamasz gyereked, akkor tudod-e tartani magad, és elviseled-e azt a 3 percet, amíg rossz kedvű, és akkor utána megvan ez az össze. Vagy amikor a kicsi gyerek énekelni akar melletted a kocsiba, akkor énekelsz-e vele. Vagy azt mondod, hogy ne, nekem most nincs időm, nehéz napom lesz, hagyjál békén. Tehát, hogy ezek a kis 5 percek. Én ezekben nagyon hiszek. Nekem az egyik legerősebb vonásod számomra az, hogy elképesztően jól tudsz történeteket mesélni. A korod az ellentmond ennek, de nekem olyan vagy, mint egy olyan nagypapa ebből a szempontból, akire minden unoka vágyik, hogy odaülteti a térdére, és akkor elkezd neki mesélni. Ugye van egy ilyen nagyon jó tréninged is, ez a storytelling, ami én is nagyon sokat kaptam tőle. Hogy azt tapasztalom, hogy belőled is zsigerileg jön ez a része, hogy ilyen nagyon jól tudsz történetet mesélni. És arra gondoltam, hogyha nyitott vagy erre, hogy oszd már meg velünk, légy szíves, olyan történetet, akár a személyes életedből, vagy helyett inkább ésben szeretnék gondolkodni, tehát akár a személyes életedből, és a tévés múltadból, a tréneri életedből tapasztalásképpen, ami ilyen nagy újrakezdés, ilyen mondjuk úgy, hogy nem hétköznapi hősök, ha szabad ilyen szavakkal egy kicsit játszani, akikből inspirálódhatnak azok, akik ezeket a gondolatokat most nézik. Tehát én úgy gondolom, hogy értető okokból mindenkinek a saját keresztje a legnehezebb. Ugye az ember hajlamos arra, hogy nyalogatja a sebeit, és nekem legalábbis sokszor segített egy inspiráló történet, ami azt mondtam, hogy a kutya fáját, ha ő képes volt rá, akkor én is fel tudok állni. Tehát nehogy már ebbe beleragadjak, ahelyett, hogy sopánkodnék, akkor inkább ebből merítek, vagy ebből ismerítek, és változtatok, és teszek valamit. Tehát, hogy hálás
tennék érte, hogyha egy kicsi ízlelítőt kaphatnánk ebből a te történetmesélő oldaladról, vagy létedből, hogy mi az, amit szívesen megosztanál velünk ehhez kapcsolódóan. Nekem ez a mostani helyzet leginkább a kontrollvesztésről szól. Kontrollvesztés abban, hogy voltak a fejünkben március közepéig bizonyos gondolatok, hogy a világ milyen, és mi történhet, meg mi nem történhet. És ehhez képest ezt a mostani helyzet tökéletesen kihúzta a lábunk alól. A kontrollvesztés ez a klasszikus, egy keres magadnak új komfortzónát típusú helyzet. És én mindig arra figyelek, hogy ki hogy reagál ezekben a helyzetekben. Nekem most a legfrissebb hősöm, az a szomszédom Attila. Attiláék úgy vannak, hogy ő taxis, a felesége gyógymasszőr, a gyereke meg pincér. Na most náluk minden elment egy pillanat alatt. Mind a három ember munkája. És Attila az a típus, aki egyrészt egy kicsit azért mindig gondolkodik a jövőről, tehát volt valami tartalék, másrészt meg azt mondja, hogy jó, akkor elment a biznisz, akkor mit tudok csinálni. És addig ment, amíg ki nem találta, hogy akkor a környékünkön nincs fényszórópolírozó, nincs autópolírozó. A környékünkön viszont van egy üres épület, amit ki lehetne nagyon kicsi pénzért bérelni. És akkor addig aztán a srácnak megvette a fiának a munkagépet, és akkor most hirtelen van egy vállalkozás. És ugyanúgy a kollégái közül meg, esetleg másik taxis, aki munkanélkül marad, az meg szegényke ül a fal felé fordulva és sír, és várja, hogy történjen valami. És hogy ebben az egészben ez a fontos, hogy nem fog történni magától semmi. Tehát néha tényleg elrepül mondjuk keresztalakba 12 gerle az ablak előtt, és akkor azt érezzük, hogy most megvan a nagy megoldás, de legtöbbször szerintem fontos, hogy magunknak teremtsük ezt meg. Ugyanez a hozzáállás. Gyurta Dani, olimpiai, világ, Európa, mindenféle bajnokunk, úszó. Egy gimnáziumban jártunk. Szoktam mondani, hogy Dani biztos így meséli a történetet, de valószínűleg nem. És hallgatom őt, Kalapos Misi, a sportriporter csinálja vele az interjút rádióban, és azt mondja neki, hogy te Dani, hogy bírod elviselni, hogy itt a Komjádi úszodában kell felkészülnöd, ez még a felújítás előtt volt, ahol rossz minőségű a víz, le van pattogozva a csempe, beázik a plafon, és a többi, és a többi. Ez olyan jó riporteri kérdés, de a bajnoknak a válasza a fontos, aki azt mondja, hogy figyelj, Misi, azt mondja, engem pont az motivál, hogy itt készülhetek fel, ahol a példaképeim, a Darnyi meg a Rózsa Norbi felkészültek annak idején. Pont attól vagyok boldog, hogy ebbe a medencébe ugorhatok be. És hogy megint csak nézőpont, sokszor csak ennyi múlik. Ugye ott van a drága jó újságírói nézőpont, ez a kicsit savanyú, kicsit sárga, de a miénk nézőpont, vacak, beázik. És a másik oldalon, hogy mit tudok ebből kihozni? Ugye? Akkor megkeresem azt az egy dolgot, amivel magamnak kedvet csinálok hozzá. És én azt gondolom, hogy na, ez például egy olyan erős gondolat volt, ami nekem is sokat segített. Mert könnyebben ilyenkor beledőlünk a fájdalomba néha, és akkor azt mondjuk, hogy na, mit vehetnék elő a kifogászsákból, de hogyha nincs kifogászsák, hanem azt keressük, hogy hogyan oldhatjuk meg, akkor az sokkal jobb történet. A kontrollvesztés. Kontrollvesztés, és nagyon furcsa, mert amit most fogok mondani, ő nem hős, hanem antihős. 2004-ben találkoztam egy Laci nevű emberrel a Csillagbörtönben. A Csillagbörtönben, ahol nincs rajta mit szépíteni, ez az ember egy gyilkos volt. És most felejtsük, egy picit tegyük félre az egésznek az erkölcsi hátterét, azt, hogy most akkor hogy ítéljük meg hogy ne ítéljük meg, mert persze leülte azt a 20 évet, amit kapott, és nyilván sokan gondolhatják, hogy arra nincs bocsánat, amit tett, de nem ez a történetnek a lényege. Én amikor ott voltam 2004-ben, ő azt mesélte el nekem, hogy 84-ben őt még halálra ítélték, majd mielőtt a büntetést végrehajtották volna, eltörölték a halálbüntetést, és 20 évet kapott, ami akkor az életfogytiglan volt. És én a 20 évnek az utolsó napján voltam ott, hogy tudósítsak az ő utolsó napjáról. A szabaduló zárkában volt, ami a Csillagban akkor pontosan szembe volt a halálos zárkával, ami annak idején ugye az akasztófára menők utolsó éjszakájának a helye volt. A szabaduló zárkában ő az utolsó éjszakát töltötte el. És én nagy naívan odamentem, hogy micsoda fantasztikus dolog ez. Ez az ember most visszakapja a szabadságát, 20 év után. És így remegett a kezem, mikor borotválkozott. És mondom, mi van? Azt mondja, ne hülyéskedj, elvesztem az otthonomat, elvesztem a barátaimat, elvesztem a munkámat. Kidobnak a házból, ahol élek. Minek örüljek? Ugye? És hogy egyrészt szól ez a történet arról, hogy,
hogy ragaszkodunk a megszokásainkhoz. Szól ez a történet arról, hogy a szabadság is lehet félelmetes, meg szól ez a történet arról, hogy nagyon nehéz sokszor megérteni a másiknak a helyzeteit. És egy picit most mindannyian belecsöppentünk ebbe a kontrollvesztésbe. Azt hallottam a múltkor, hogy ez négyféle zónába dob ki minket. Ez a négyféle zóna, ebből az első a legrosszabb, a félelmi zóna. És aki benne van a félelmi zónában, az szegényke folyton csak azzal van elfoglalva, hogy maszk, készfertőtlenítés. Egyrészt helyes, mert ugye nem múlt el a vírus veszély, tehát érdemes odafigyelni. De hogy csak azzal van elfoglalva, hogy negatív híreket olvas, negatív híreket oszt meg, negatív hírekről beszél, azt mondják róluk, Deren Hardytól hallottam, az egyik legismertebb hatékonyság növelő gurutól, hogy ők nem a koronavírus áldozatai, hanem a félelemvírus gazdatestjei. És hogy most mennyire fontos, hogy egy picit tartsunk távolságot az ilyen típusú embertől. Te is mindig mondod, hogy ki kell veszed körül magad, mennyire fontos, most különösen fontos. De néha mi is megtaláljuk akár saját magunkat. Érzelmi hullámvasutat jelent ez a kontrollvesztés. Következő zóna a tanulási zóna, amikor már észreveszed, hogy külön vannak az érzelmek, meg a félelmek, meg a logika, és el tudsz kezdeni tervezni. Hatékonyá válni ott, amit tudsz kontrollálni. Apropó kontroll. Ugye ebben a mostani időszakban is igaz, mondjuk tudtuk kontrollálni azt, hogy amikor dolgozunk, én otthon dolgoztam, hogy felöltözünk-e a munkához ugyanúgy. Ugye? Vagy pedig azt mondjuk, hogy hát úgyis csak telefonban hallanak minket, pizsibe is jó lesz az. Óvodás korom óta nem volt benti cipőm. Most ebben az időszakban volt benti cipőm, mert úgy éreztem, hogy ez egy fontos impulzus, hogy a benti cipőmben vagyok, tehát cipő vagyok, ott dolgozom. Tehát volt félelmi zóna, tanulási zóna, van a fejlődési zóna, ez arról szól, amikor elkezded élvezni, hogy hú. És tényleg el lehet ebben a mostani időszakban is jutni oda, hogy mit tudok én ezzel kezdeni, milyen lehetőség van nekem ebben a helyzetben. Van egy cégvezető barátom, Ferinek hívják, van neki vagy 26 vállalkozása, több mint 1000 embernek ad munkát, szerintem te is ismered. És Feri hívott fel, és azt mondja, hogy Ádám, tudom, hogy válság van, meg hogy ilyenkor sokan esetleg megsínlik ezt, vagy akár csődbe is mennek, de én mindig csak azt látom, hogy ha válság van, akkor kvantumablak nyílik a fejlődésre. Mondom, mi az, hogy kvantumablak? Azt mondja, aki most lép át a fejlődési ablakon, aki most veszi észre a lehetőséget, azt mondja, annak a vállalkozása nem lineárisan, hanem exponenciálisan fog növekedni. Úgyhogy minden reggel csak ezt kérdezem, miért benne nekem a lehetőség? Miért benne nekem a lehetőség? És a negyedik, az pedig a vezetői zóna. És ez meg arról szól, hogy már nem azzal vagy elfoglalva, hogy a saját problémádat hogy old meg, hanem a többiekét hogy old meg, és hogy legyen rá stratégia. És engem valahogy ugye ez nyugtatott meg, hogy aha, normális, hogy néha ez az érzelmi hullámvasút beletesz a félelmi zónába, hogy ez a reggel nem olyan, mint a többi, ez a reggel biztos a front, nem tudom miért, de most nehéz, ugye? És akkor dolgozni kell azon, hogy innen tovább tanulási zóna, kiírom magamból a félelmeket, fejlődési zóna, vezetői zóna. Fantasztikus megközelítés. Egyébként van az a kínai írásról, ugye a Weiji, ami ugye a Weiji szindrómaként ismeretes, hogy ahol a veszély, ott a lehetőség. És nagyon tetszett, ahogy mondtad így a azon példán keresztül, hogy ahol most például nagyon sok veszély van, mindenfelől az árad, hogy úristen, tehát félelem, és most az, hogy mennyire indokolt, vagy mennyire nem, ezt nem a mi posztunk szerintem, hogy ezt eldöntsük. És mindenki el tudja dönteni maga, hogy hova teszi ezeket az információkat. Én azt látom, hogy a te életed is, hogy figyelemmel kísérem, most már azért 10 éve, hogy amióta is ismeretlek, hogy te is, amikor azt láttad, hogy valamilyen veszély van, akkor azt tetted észre, hogy ott van a lehetőség. Tehát ezeken a zónákon én azért azt gondolom, hogy nagyon szépen haladtál. És arra vagyok kíváncsi, hogy te mit gondolsz most itt, ugye van ez az érmének a két oldala, a lehetőség és a felelősség vonatkozása van egy más megközelítésben, mielőtt tovább maradnánk itt a történeteknél, amik nagyon inspirálóak. Csak azért akartam egy kicsit kiugrani, mert mindig szeretnék egy kicsit belőled is arra vonatkozóan, hogy ugye amellett, hogy tréner vagy, amellett, hogy családapa vagy, amellett, hogy vállalkozást üzemel, tetsz, ugye, ami keretein belül csinálsz az egészet, ez egy holisztikus nézőpont, és hogy te is érintett vagy ebben a helyzetben, ami most kialakult, hogy te hogy éred meg ezt a lehetőség-felelősség együttállását a személyes életedben? Nézd, nem tudom, hogy te hasonlót megéltél-e, ugye én trénerként azt éltem meg március elején, hogy nekem azért nagyon tele volt a naptár mondjuk június közepéig. 3 nap alatt ugye 99% eltűnt. És ez persze, hogy ijesztő volt. És én találkoztam, meg beszélgettem egy-két nagyon sikeres üzletemberrel, aki hasonlókat élt meg. Szóval nem azt éltem meg, hogy lelassult az üzletem, hanem hogy megállt az, hogy ilyen még nem volt korábban. De valahogy azt éreztem magamon, hogy most pont nem az a helyzet van, hogy ebbe bele lehet úgy feküdni egy kicsit ebbe a pocsolyába, hogy meg lehessen hemperegni, mert hogy ocsúdni kell.
ocsúdni kell, és nekem nagyon hamar jött, én elkezdtem, azt mondtam, akkor most tanulok. Akkor most nagyon gyorsan elkezdek tanulni, megnézem, hogy hogyan, a nagyon okosak mit mondanak. És akkor hallottam egy ilyet, és nagyon megtetszett egy kép, ami ezen a webinárium volt talán még márciusban, egy hajó volt csak ott. És ugye a hajó abban a vízben, a víz elképezte mindannyiunk karrierjét, és azt mondta az előadó, hogy a legrosszabb, amit tehetsz most az, hogy kihúzod az ebeződet a vízből, hátradőlsz és megadod magad. És nekem ez úgy beégett a retinámba ez a kép, hogy aha, hogy amikor sajnálgatom magam, akkor éppen kihúztam az ebeződet a vízből, és hogy ez nem jó, nem lehet ennek megadni magunkat, és végig gondoltam, mit lehet most mondani a piacnak, és azt is tudtam, hogy nem illik az első körben pénzért ajánlgatni bármit, és felhívtam az ügyfeleket, és mondtam, hogy figyeljetek, kitaláltam valamit, az lenne a neve, hogy reggeli kávé Ádámmal, van-e kedvetek, csináljuk meg online, nem kérek érte pénzt. És hogy pusztán ettől, hogy kapcsolatban maradtunk, pusztán ettől, hogy nem húztam ki az evezőt a vízből, egy idő után felhívtak úgyis, hogy ez tök jó volt, de te is pénzből élsz, úgyhogy a következőt azt már nézzük meg úgy, hogy ezért mi fizetünk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a fontos pillanat az mindig az átbillenésnek a pillanata. Hogyha már említettem a szomszédomat Attilát, az átbillenés, amikor ott van az első pillanat, hogy elment minden üzletem, a körülnézés, mit tudok most csinálni. Ugye, hogy merre mehetnék, hogyan tudnék ebből lehetőséget találni. És hogy szerintem most a legfontosabb az, hogy magunkat összerakjuk reggelente. Én azt gondolom, hogy nekem például, tehát hogy mi is kerestünk, van ilyen családi meditáció, amit megkerestünk, és hogy az annyira jó ez a fajta felhangolás, ez most nagyon fontos. Én akkor értettem ezt meg, csak mondtad, hogy történet. Akkor értettem meg, hogy a belső képeink mennyire fontosak, és milyen hihetetlenül át lehet velük menni bármilyen korláton, amikor én a Sávai Máté barátomat megismertem. Máté akkor kerekesszékes volt. Azért, mert egy rossz gerincműtét miatt ő lebénult. Úgy ment be a kórházba, hogy járt, két gerincműtét egymás után, és úgy tolták ki kerekesszékben. És amikor én először találkoztam vele, akkor ő már másfél éve kerekesszékes volt. És azt nem felejtem el, nem ijesztelek meg, nem elmegyek innen, csak másfél év után képes volt annyira, hogy így egy kicsit felálljon és megtartsa magát. És akkor kérdeztem, hogy az ördögbe csinálod? És azt mondja, tök sok időm van. Anyukám kitesz reggel a kocsiba, suliba most nem kell járni, lecsukom a szemem, és elképzelem, Sávai Máté jár, és mondom, ennyire? Azt mondja, ennyire. És utána kiment Svájcba, és megint megműtötték, és megint teljesen lebénult, és utána megint ugyanígy. És nyilván szükség volt az orvosi kezelésre, nyilván szükség volt a rehabilitációra. De amikor a második műtét után 3/4 évvel találkoztunk, akkor már futóverseny volt közöttünk. Egy ember, aki kiszáll a kerekesszékből. És hogyha ezt látod, Sávai Máté egyébként utána kereshető, tényleg megcsinálta ezt. És hogyha ezt látod, akkor azt érzed, hogy hú, hát tényleg semmi sem lehetetlen. Tényleg minden csak kifogás. Hogyha ugyanez a Sanyi barátom, a vaksanyi barátom, ő hívja magát így, Karvai Sanyi, aki azt mondja, hogy én leszek az első vak rali navigátor az országban. És elmegy, és Braille írógépbe veri be az itinert, és a Kővári Barnának mondja, hogy merre fele kell menni. Ugye? És aztán azt mondja, hogy cseréljünk helyet, és én leszek az első vak autóversenyző. Szóval, hogy olyan dolgok vannak, amihez képest nagyon sokszor eltörpül az összes fájdalmunk, meg az összes félelmünk. És tényleg én szoktam keresni ezeket a történeteket, ahogy te is mondod, mert amikor azt látom, hogy a vakemberből autóversenyző lehet, akkor tényleg minden más ilyen pici kifogás. Akkor összemegy a kifogásják, és akkor nem keresgéli tovább az ember azokat a dolgokat, hanem azt mondja, hogy akkor én hogy tudnám megcsinálni, saját magamat hogyan tudnám felépíteni. Nagyon-nagyon tanulságos volt, hogy most az jutott eszembe, mivel én is, mint egy ilyen sokkoló, mint egy defibrillátort rántettek volna, amikor elkezdtem egy kicsit nyalogatni a sebeimet, és találkoztam ezzel a mondattal, hogy a te problémád másoknak az álma. Mm-hmm. És ez most pont, hogy közben hallgattam a barátodat, akit mondtál, hogy én tényleg akkor, amikor arra panaszkodom, vagy panaszkodhatok, vagy bárki panaszkodhat bizonyos dolgokra az életében, és hogy az, aki meg egy kerekesszékben, az, aki éppen a szeme világát veszíti el, vagy bármilyen sem. Tehát azért szeretném ezt, hogy egy kicsit beszélnénk akár a hála kapcsán is, mert én például azt tapasztalom, hogy tényleg amikor mondod, hogy kiírsz az oldaladra egy olyan gondolatot, hogy micsoda élmény volt az, hogy a lányokkal sétáltam egy nagyot, micsoda élmény volt az, hogy lementünk a Dunapartra, és együtt töltöttünk egy pár órát. Te hogy éled meg, mennyire fontos a te életedben a hála?
Hát én azért azt gondolom, hogy tehát ezt nekem a fejembe verték Amerikában. És nagyon, nagyon elhittem, és nagyon hasznos, hogy elhittem, hogy a hála a legmagasabb rangú, rezgésű érzés. Mert ugye azt szoktuk gondolni, hogy a szeretet az, hiszen hogyha szeretünk, akkor az mennyire jó. És hogy nem, mert a szeretet az egy olyan dolog, hogy én adom és kapni is akarom. Ha szeretlek, akkor azt szeretném, hogy a másik is viszont szeressen. És hogy a hála nem ilyen. Ugye? És hogy a hála ezért ül az érzéseknek a tetején. És igen, én keresgélem azért minden napomban, hogy nem csinálok belőle titkot, én általában egy kis imával szoktam kezdeni a napot, és azzal kezdem, hogy miért vagyok hálás. Mert nem lehet mindig csak kérni. Ugye, hanem meg kell nézni, hogy... Mert igen, és akkor talán így fontos, hogy akkor tud egyre jobb lenni az életed, hogyha megtanulsz elégedett lenni azzal, amit van, és abból építkezel tovább, hogy ez is így is tök jó, ahogy van, de milyen jó lenne, ha kipróbálnánk ezt? Milyen jó lenne, ha még egy lépést tudnánk tenni ebbe és ebbe az irányba? De hogy én azt gondolom, hogy talán a legfontosabb tapasztalat nekem az elmúlt évekből az az, hogy a lelkesedés energia az, ami a legfontosabb. Én valahogy ezt érzem, hogy amikor jól mennek a dolgok, akkor tele vagyok lelkesedés energiával. Ha meg nem mennek jól a dolgok, akkor valahogy úgy kell címkézni a feladatokat, hogy lelkesedést tudjak beléjük vinni. És mindig lesznek feladatok, mindig lesznek munkák. De más az, hogy mondjuk valamikor fel kell kellnem reggel 4-kor, hogy megcsinálják egy prezentációt. Azt lehet undorral is csinálni, lehet utálattal is csinálni. Te vagy a legnagyobb lúzer, miért kell 4-kor kellned, mindenki még alszik. Vagy úgy is lehet csinálni, hogy fú, de klassz. Ugye, hogy ez pont olyan. És akkor ez a címkézés, hogy én azt szoktam magamnak mondani, hogy ez pont olyan, mint mikor gyerekkorodban legóztál. Rakod össze a történetet, rakod össze a kockákat. Hogy átcímkézem csak a fejembe a munkát játéknak, és onnantól kezdve tök jó. Én magam is arra szoktam gondolni ilyenkor, amikor egy előadásra készülök, hogy amikor az van, hogy soknak tűnik a meló, így elkezdenek jönni, összegyűlnek a feladatok, és akkor azt mondom, hogy jó, most akkor erre fókuszálok, és mindig arra koncentrálok, hogy mennyire nagy dolog lehet az, hogyha akár egyetlen ember van a teremben, akinek az életét egy picit sikerül jobbá tenni néhány gondolattal. Tehát azt látom rajtad is, hogy egy olyan méretetlen segítő szándék van benned, akár amikor idejöttél most, az a előbb említett alázat, bölcsesség, türelem, nem tudom, amikkel rendelkezel, vagy amik téged ugye így erénként, illetve azt is látom, amikor a színpadon, a pódiumon állsz, és akkor is, hogy olyan szívvel lélekkel csinálsz az egészet. Tehát ezt szerettem volna visszajelezni, hogy mindaz, amit most a hajnal 4 órási folyamatról elmeséltél, az igenis megvalósul, mert a végén ez gyümölcsként ott van. Amikor Jack Canfield-et említetted, nekem is egyébként egy kicsit bekapcsoltak azok az emlékek, amiket háromszor vagy négyszer voltam én is nála a tréningen, és volt egy olyan gyakorlat, amikor azt mondta, hogy jó, akkor most tartunk egy szünetet, és nekem az ott eszem, amikor mondtad, hogy beléd verték a hála jelentőségét, tartunk egy szünetet, menjél ki itt, és legalább 5 percig csak arra koncentrálj, hogy mennyi mindenért lehetsz hálás ott a parkban. És akkor először csináltam ezt a gyakorlatot, mondom, hogy mekkora hülyeség ez, miről beszél az ember? Őszintén, tehát ez volt bennem. És hogy utána olyan lelkes híve lettem ennek az egésznek, hogy már nem 5 percig volt ez kedvem, hanem ilyen melegség fogott el egyfolytában, hogy elkezdtem arra koncentrálni, és ma már sokszor kérem azt, amikor valaki azt mondja, hogy nem tudok miért hálás lenni az életem, akkor azt mondom, hogy jó, akkor most nézz rám úgy, mintha most látnál utoljára, nem csak engem, hanem bármit. Nézz körül a szobába, mintha a következő percben elveszítenéd a szemed világát. Akkor most hallgassd a szavaimat úgy, hogy ezek az utolsó szavak, amiket az életedben hallasz. Akkor most igyál egy kort vizet, mintha az lenne az utolsó kort az életedben. És csak ezt arra mondom, hogy nekem a történeteid azok mindig érzelmi töltetet adnak az egészhez, és hogyha azt szeretem még, hogy ez kapcsolatban mindig adsz egy olyan praktikus tanácsot is, hogy lehet apró lépésekben elkezdeni felépíteni valamit. Tehát, hogy azt szeretem, az előbb meg is fogalmaztad, hogy nem a nagyon-nagyon nagy dolgokba, hanem az apróságba, és itt egy prezentáció készítését hoztad fel, hogy azt is mennyire lehet szeretni átcímkézni az, hogy hajnal 4-kor én hálás vagyok azért, hogy ezt csinálhatom. Hát arra akarok utalni, hogy nem csak a homokos tengerparton lehet hálás az ember, és erre te nagyon jó bizonyíték vagy, hogy egy hajnal 4 órási prezentáció készítését hoztad fel. Olyan sokszor hallom egyébként, mikor jövőképről beszélgetek valakivel, csak mondtad, hogy fehér homokos tengerpart. Hátradőlök, és koktélok, és mondom, figyelj, ez egy állapot. A jövőképed nem lehet állapot, az egy cselekvés kell, hogy legyen.
Tehát, hogy valamerre megy az életed, hogy valami hajt téged, hogy ott van benned a lelkesedés. És hogy olyan sokaktól hallottam, akiknek összejött a fehér homokos tengerpart, hogy te figyelj, két hétig tök jó volt. Harmadik hét közepe pici depi, és a negyedik hét közepén már úgy voltam, hogy jaj, vakarózom, csak több homokot ne lássak. Tehát, hogy én azt gondolom, nekem mindig az a legijesztőbb. Az a legijesztőbb, mikor valakitől azt hallom, hogy de én már nem akarok semmit tanulni, én már öreg vagyok ehhez. És ezt ilyen 40 éves emberek mondják nekem, mondom, ha-hó, mondom, én látom benned a lehetőséget. Azt mondom, tudom, én is értenék hozzá, meg tudnám csinálni, de már nem akarom. És valahol ott van a vége. Tehát, hogy onnantól kezdve, még lehet, hogy 30 évig itt van köztünk, de hogy az már nem ugyanaz az élet, ami korábban lehetett volna. És a másik, amit meg nagyon szeretek látni, amikor hirtelen úgy összecsattannak a dolgok. És hogyha már Jacket emlegetjük, én ugye amikor a trénerképzőben voltam nála, 93-on voltunk szerte a világról. És önkorlátozó hiedelmekről volt szó, ugye a fejünkben levő negatív hitekről, hogy mik lehetségesek, meg mik nem lehetségesek. És volt egy Natali nevű lány. Ő volt a furi lány közöttünk. Azért mondom, hogy a furi lány, mert hogy bejött mindig, és olyan elképesztően ki volt festve, hogy az már szinte ilyen bohócos ijesztő volt. És ez a furi lány kérdezte meg, föltette a kezét előadás közben, hogy te Jack, mi van akkor, hogyha valaki objektíve csúnya? Azt mondja, mire gondolsz? Szóval nekem már az anyukám is megmondta, hogy csúnya vagyok. Mindig mondta, hogy lehet egy kislány ilyen ronda, meg hogy még a hajam is hogy áll, és a többi, és a többi. Hát ezt tudom. Jössz itt hitekről, meg minden, én ezt tudom. És az öreg mester ugye így ránéz, ezt nagyon jól tudta csinálni, ezt egyszerűen imádtam. Ránéz, lehet-e köze annak, hogy az anyukád ezt mondta rólad, hogy ez a nagyon vastag smink van rajtad? Hát persze, nem mutathatom meg az arcom. Szóval lenne egy kis komfortzóna kilépés, trénernek jöttél ide, tehát ezt meg kell tudni csinálni, hogy holnap szeretném, hogyha smink nélkül jönnél. Majdnem elájult a csaj. És akkor még ott sokat beszélt, és másnap reggel nagyon kíváncsian mentünk. De ő kapucniba jött, és beült az első sorba, és hátta volt, és nem láttuk semmit. És a mai napig kiráz a hideg, mikor elindul az előadás, és Jack beszél, és van egy kis dolgunk, Natali, nem szeretnél valamit mondani? És hogy ez a lány így felemelkedik, feláll, hátrafordul, ránéz a csoportra, és azt mondja, könnyes szemmel így remeget, szervusztok, Natali Pisz vagyok, és szép vagyok. És egy tízes skálán tízes nő volt, komolyan, csak sose tudtuk volna meg, ha ő továbbra is azt hiszi, hogy ronda, ugye? És továbbra is rejtegeti az arcát, és hogy egy ekkora lökés kellett neki. De mindannyiunkban ott volt a kérdőjel, hogy akkor oké, nekem hol vannak a kis hitűségeim, hol gondolom azt, hogy. Én ott döntöttem el, hogy igenis, Szalai Ádám, te vállalkozni fogsz. Én korábban az én belső mottóm az volt, nagyon jó alkalmazott típus vagyok, nagyon jó második ember vagyok. És amikor ez feldől, az egyrészt baromi ijesztő, mert hirtelen rájössz, hogy amit biztosnak gondoltál, az nem biztos. De ugyanakkor meg elképesztően felszabadító is, hogy talán mégis menni fog, talán sikerülni fog. Ja, és én mindig ezeket keresem az ilyen nagy, meggyőződés szaggató mondatokat, amik az igazi erős mondatok. Most egy nagyon magasztos dolgokról beszéltünk, mint a hála is. Most egy másik területre szeretnék evezni veled, ugyanis azt látom, hogy ha az életünk léghajóját szeretnénk magasabbra emelni, akkor ugye két lehetőségünk van. Vagy az, hogy a lelkesedés és az üzemanyag, a tüzet növeljük, és azzal tudjuk emelni ezt a léghajót, vagy a másik az, hogy a felesleges terheket kidobjuk belőle. És én azt tapasztalom, hogy amikor sok esetben beszélek én is erről, lelkesít, és ugyan gyönyörű a magyar nyelv, hogy lelkes vagyok, tehát nem azt mondom, hogy eszes, vagy van ilyen mondás is, de az mást akar teljesen, tehát hogy belülről mozgat valami. És azért szeretnék most a hálától, meg az emelkedett és az ilyen lelkes dolgoktól egy kicsit más területre, hogy kidobálni olyan dolgokat, amelyek hátráltatják az életünk hajóját, hogy emelkedjen, hogy könnyebb legyen az életünk, hogy olyan nehezebb súlyokhoz szeretnék nyúlni veled, mint a bűntudat, az önszabotás, az önmarcangolás, hogy egyrészt te éltél-e meg ilyen dolgokat, hogy ha megtisztelsz a bizalmad, hogy beszélsz erről, ha érint, ha nem, akkor meg megköszönöm, hogyha akár trénerként, akár ilyen személyes környezetből olyan példát látsz, aki túl tudott lépni ezeken a dolgokon, mert ezek ki tudta dobni ezeket a hajójából, hogy könnyebbé váljon az élete? Hát én azt gondolom egyébként, hogy a kreatív embernek ez a belső monológ, ez mindig nagyon erős. És
és sokszor ez a belső monológ, ez fájdalmas, azért nem szokott arról szólni, vagy legalábbis nem gyakran találkozom azzal, hogy én vagyok a legklasszabb, én vagyok a legjobb, tehát kifele lehet, de befele ott van, hogyan tudtam volna többet adni. És hogy ha most erre kérdezel, ez az önmarcangolás, meg ez a bűntudat, egyszer beszélgettem egy nagyon bölcs mesterrel, és ő mondta nekem, hogy mindig tökéletes akarsz lenni. Sose fog összejönni. Miért nem jó neked az, hogy elég jó vagy? És akkor elsőként azt gondoltam, hogy hogy lenne már jó, hogy elég jó. Hát az elég jó, az elég, az négyes, ugye? Én nem akarok négyes lenni. És kimentem a Jackhez tanulni, és ő is ugyanezt mondta. Volt egy gyakorlat, ha már gyakorlatokról beszélgetünk, hogy el kellett menni egy másik emberhez, és azt kellett mondani, hogy jelöl a nevem Szalai Ádám, és elég jó vagyok. Hú, de fájt az elején. És aztán meg felszabadító volt. És hogy hova visz az egyik? Ugye az a fajta gondolkodás, soha semmi nem elég jó, hogy mindenben a hibát kerestem, és sokszor találtam is, hogy mindenben azt néztem, hogy miért nem tökéletes. És a másik oldal átbillensz, ez nem arról szól, hogy nem törekedsz arra, hogy tök jó legyél, de azt mondod, hogy ebben a mai közönségben, az én mai állapotomban ennyi volt, és azt viszem el magammal, azt a csillogó szempárt, akinek tudom, hogy segítettem, és lehet, hogy azt az egy rossz kedvűt meg nem viszem el magammal. De hogy valóban azt érzem, hogy a legfontosabb feladata mindenkinek, hogy ezt a beszélőgépet a fejében megszelidítse. És nem tudom, hogy te szoktál-e ilyen gyakorlatot csináltatni, ez a belső kritikusból belső tanácsadó gyakorlat, ami azért nagyon klassz, mert a belső kritikus, hogy ha már odáig eljutunk, hogy az ember elfogadja, hogy mindig valaki feltesz egy lemezt odabent, és akkor megy, hogy de miért nem értél ide korábban, de miért nem kerestél parkolóhelyet közelebb, de miért nem. Ugye, hogy azt tud ilyenkor mondani, ez a belső kritikusod, és ez nagyon erős, sokaknál ez kiválóan tudják ezt a lemezt forgatni, hogy egyszerűen coachként, tanácsadóként, hogy oké, mit akarsz ezzel mondani? Hát, hogy legközelebb, kicsit ilyen skizofrénnek hangzik, de hogy beszélgethetsz ezzel. Legközelebb egy kicsit korábban kéne elindulni. Ez tök jó. És még valami? Figyelj már oda az öltözködésre, hát fontos lenne. Oké, valami más még akarsz? Hát illet volna egy kicsivel jobban felkészülni, ezt a két oldalt legközelebb olvasni. Jó, van még más? Nincs más. És hogy nekem ez nagyon sokat segít. Ez nagyon sokat segít, hogy amikor elindulna ez a lefelé vezető spirál, Jill Bolte Taylor, az agykutató azt mondja, hogy ilyenkor 5 másodperced van. Ha 5 másodpercig nem szólsz bele, és nem indítod el ezt, hogy mi a tanács ebből, akkor abban a pillanatban elindul lefelé. Nem tudom, hogy lehet-e csúnyát mondani, úgy írja a könyvében, hogy bekapcsol az icipici szarbizottság az embernek a fejében. Ez egy harvardi agykutató, úgyhogy mosom kezeimet. Tehát, hogyha hagyod, hogy bekapcsoljon ez a bizottság, akkor már véged van. De ez a fajta gondolkodás, hogy oké, mi ebből a tanácsod, kedves hang, mit vigyek el belőle, mit kell másképp csinálni, közben oké, köszi. És ha idáig el tudsz jutni, nekem nagyon sokat segít ez. Hogy persze, nem vagyok tökéletes, de elég jó vagyok. Egy másik mély témához szeretnék nyúlni, ez pedig, mit gondolsz te arról, most főleg itt teremtsd újra önmagad témakörében, hogy mennyire működik az eleve elrendeltetettség és a szabad akarat? Tehát mennyire gondolod azt, hogy én vagyok a sorsom kovácsa, én döntöm el azt, hogy mi lesz az én életemben, vagy mennyire van az, hogy egy felsőbb erő azt mondja, hogy nem kispajtás, ez nem így fog működni, majd én eldöntöm, hogy lesz a te személyes életedben, hogyan éled meg, vagy hogy látod, mint gondolkodó, ezzel kapcsolatosan milyen meglátásod? Amikor gyerek voltam, anyukám mondott egy érdekes dolgot. Azt mondta, hogy ezt egy picit úgy látja, és akkor, hogy hol van az egyensúly. Hogy amikor megszületünk, akkor kapunk egy leosztásnyi kártyát. És valamennyire determinál bennünket az a leosztásnyi kártya. Lehet, hogy ott van benne az agresszió. És hogy az viszont már a mi feladatunk, hogy ebből mit hozunk ki. Mert hogyha valakinek van egy leosztása, és nagyon keveset hoz ki belőle, akkor lehet, hogy baltásgyilkos lesz belőle. Ha egy hasonló leosztásból valaki egész jó dolgot hoz ki, akkor ő lesz a faluban a legjobb hentes mészáros. Kell hozzá, de jó irányba csatornázza. És ha aki a legtöbbet hozza ki belőle, akkor megbecsült sebész lesz belőle mondjuk. Ott is vág a szikével, de ott már azért, hogy segítsen a másikon. És hogy persze valahol ez úgy van, hogy én azt gondolom, hogy egy picit a sors mutatja, hogy merre kellene menni, merre lenne érdemes menni. De hogy abból mit hozol ki, az már abszolút a te feladatod. És most, hogy
hogy ez a mostani időszak van, hogy egy másik bölcsasszonyt is idézek, a feleségemet, Szilvét, aki ugye NLP-vel foglalkozik, és mindig szokta nekem mondani, hogy a neurolingvisztikai programozás egyik alapelve az, hogy bármilyen csoportban, közösségben a legrugalmasabb az, aki a kontroll gyakorolja. És nekem ez egy nagyon fontos mondat volt. Mert ez a mostani időszak ez arról szól, hogy tudsz-e rugalmas lenni. Ragaszkodsz-e a korábbi elképzeléseidhez? Ragaszkodsz-e ahhoz, hogy de ennek így kell lennie, a világ az ilyen, és mi? Vagy például azt mondod, hogy most akár rugalmas is lehetnék, most akár elfogadhatnám, hogy akkor online kell tréningeket tartani, ahol nincs visszajelzés, ahol nem tudom, hogy nevetnek-e, ahol nem látom a közönséget. És nagyon sokaknál azt látom, hogy bizony, a rugalmasság van itten próbára téve, és aki képes rugalmasnak maradni, az tud magának új komfortzónát keresni, és tud ebben a mostani helyzetben is jól élni. Ádám, nagyon imádtam a veled való beszélgetést, rengeteg tanulságos gondolat volt benne, és remélem, hogy máskor is megtisztelsz minket és eljössz. Köszönöm szépen az idődet, a gondolataidat, és kívánok neked további nagyon-nagyon sikeres, boldog életet a lányokkal együtt. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.